Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Válaszlépés. Bővítik a térfigyelő kamerarendszert Szekszárdon a pénteki gyerekgyilkosság miatt. Új eszköz, vízszállító autóval bővült a Dombóvári tűzoltóság gépparkja. Hagyományőrzés, székely szőttesek készültek Bonyhádon. Invázió, egyre több poloska jelenik meg a kertekben és a lakásokban. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bővítik a térfigyelő kamerarendszert Szekszárdon a pénteken történt gyermekgyilkosság miatt. Emellett a 6 éves áldozat temetésének költségét is a város állja, ezekről sajtótájékoztatón beszélt a Tolnai megyeszékhely polgármestere. Szeretném a magam és a önkormányzat nevében mindenekelőtt a részvételemet kifejezni. A pénteken brutálisan meggyilkolt 6 éves kislány családjának kívánt részvételt Ács Rezső a város polgármestere. A Tolnai megyeszékhelyen történt emberölés az egész országot megrázta, hasonlóra évtizedek óta nem volt példa az országnak ezen a részén. Annak érdekében, hogy ne is legyen, most a város önkormányzata még a korábbinál is szorosabb együttműködésbe kezd a rendőrséggel. Ennek első lépéseként a közbiztonságot javító fejlesztések kezdődnek a város különböző részein. Egyeztetve a polgárőrséggel, rendőrséggel és a közterület felügyelet egy folyamatos közterület életet kértem, hogy érezzék az ott élők, hogy ott odafigyelünk rájuk, odafigyelünk gyakorlatilag minden percben szinte arra, hogy mi történik ott, illetve soron kívül akkor nekiállunk a térfigyelő kamerák rendszerének a bővítésének, és az első út a Patak utcában kerül felhelyezésre. A környéken és a város szegregátumaiban élők mellett a város önkormányzata az elhunyt kislány családjának is anyagi segítséget nyújt. Kislány nem lehet visszahozni, de mindenféleképpen a temetésnek a költségeit az önkormányzat teljes egészében átvállalja, és azt gondolom, hogy ezzel az a jelentősen tudtuk könnyíteni az anyagi terheit a családnak, egyéb terheit sajnos nem sikerült nekünk könnyíteni. Elsőként a Patak utcában helyeznek ki térfigyelő kamerát, ahol a tragédia történt, majd pedig a Halasi Andor utca környéke következik. Pár napon belül több pénzt ad vissza, mint amennyit kért. Ezzel a trükkel vert át legalább 3 embert egy kisvejkei férfi Szekszárdon az elmúlt 1 hónapban. A rendőrség elfogta és gyanúsítottként hallgatták ki csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A hivatásos szervek azonban úgy vélik, jóval több sértet lehet. Ezért a szekszárdi rendőrkapitányság kéri, hogy azok a személyek, akik az elmúlt időszakban hasonló jellegű bűncselekmény áldozataivá váltak, jelentkezzenek a szekszárdi rendőrkapitányságon az 501-100-os telefonszámon, ahol Szabó Gábor András rendőr alezredes urat kell keresni. Amennyiben e-mailben szeretnék jelezni azt, hogy ők hasonló cselekmények áldozatává váltak, akkor a szabog@tolna.polisz.hu e-mail címre is írhatnak. Szerdától a MOL 2 forinttal növeli a 95-ös benzin literenkénti árát, az emeléssel a benzin 364 forintra drágul, ugyanakkor a dízelesek olcsóbban tankolhatnak, a gázolaj ára 3 forinttal 392 forintra mérséklődik majd, az üzemanyagok ára legutóbb február 27-én változott, akkor a benzin 5 forinttal, míg a gázolaj 3 forinttal lett drágább. A közeljövőben elkészül a Pakson, az a 22/11 kV-os trafó állomás, ami kiszolgálja majd az atomerőmű új blokkjait építők villamosenergia igényét, mondta Lenkei István, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója stúdiónkban. Az úgynevezett gödörnyitásig több épületet kell felépíteni a felvonulási területeken, köztük irodaépületeket, betonkeverő üzemet és más egyéb kiszolgáló egységeket. Ez már az orosz fővállalkozó feladata lesz. A 3 épületnek az elkészítése várható most az első fél évben. Ezzel kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre állnak, a vállalkozót kiválasztották az oroszok, tehát én úgy mondom, hogy nagyon rövid időn belül ez a fajta mozgás megindul, és látható is, és azt követően a felvonási területen a folyamatos építkezés kell, hogy menjen.
Bevezetni a halálbüntetést, a pár hónapos sorkatonai szolgálatot, népszavazást tartana az EU tagságról és írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot. A Mi Hazánk mozgalom elnöke és alelnöke Szekszárdon tartott fórumot. A május 26-ai európai parlamenti választásra készülnek. Olyan témákat szeretnének bevinni a politikába, amik tabunak számítanak, és más pártok ezért nem foglalkoznak velük. A Jobbik már az Egyesült Balliberális Tömbhöz tartozik, ezért szükség van egy valódi értékelvű ellenzéki politikát folytató pártra, mondta Dúró Dóra Szekszárdon. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke második helyen van a párt EP listáján, az elnök Torockai László mögött. Arra számítanak, hogy a május 26-ai választások után az Európai Parlament összetétele jelentősen meg fog változni, és előre törnek a bevándorlás ellenes erők. Velük értékelvű együttműködést elképzelhetőnek tart Dúró Dóra, és azt is várja a választástól, hogy olyan témák is az Európai Parlament asztalára kerülhetnek így, amik most tabunak számítanak. Ilyen például a megélhetési gyermekvállalás, amit véleménye szerint a mostani kormánynak még mindig nem sikerült visszaszorítania, és jobbára az iskolázatlan, tinédzserkorban a gyermeküket vállaló anyák azok, akik körében a termékenység leginkább növekszik. Aminek beláthatatlan következményei lesznek néhány évtizeden belül. Ez is egy olyan tabu kérdés, amelyhez nem mer hozzányúlni a mostani kormányzat. De ennek a cigány kérdésnek a vetületei a bűnözés tekintetében, vagy az oktatás vonatkozásában is nap mint nap az emberek hétköznapjaiban megmutatkoznak, és erre is a Mi Hazánk mozgalomnak vannak természetesen javaslatai. Ilyen az oktatás színvonalának erősítése érdekében a szegregáció, vagy különösen súlyos életellenes bűncselekmények esetén a halálbüntetés bevezetése. A Mi Hazánk mozgalom célja a szeptemberi párttá alakulása után, hogy képviselőt küldhessenek az Európai Parlamentbe. Ez egy akkora lökést adna, hogyha átlépnénk már most rögtön a megalakulásunk után az 5%-os küszöböt, ami az önkormányzati választásokon már nagyon-nagyon sok önkormányzati helyet és polgármesteri pozíciót jelenthet a Mi Hazánk mozgalomnak, 2022-ben az országgyűlési választásokon pedig már megkerülhetetlen erővé válunk. Torockai László szerint példátlan az az út, amit néhány hónap alatt bejárt a Mi Hazánk mozgalom. Már az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is jelen vannak, a vidék képviselete érdekében pedig szövetséget kötöttek a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal is. A helyi közösségek kultúráját és hagyományait népszerűsítő rendezvénysorozatot indított a Tolna megyei önkormányzat. A program lényege, hogy Tolna megye 8 településén a megye értékeit bemutató és népszerűsítő közel 100 program valósul meg 2021 tavaszáig. Ezek főként zenei, irodalmi, képzőművészeti, közösségfejlesztő és értéktári események lesznek. A program sorozat legutóbbi állomása Tengelicen volt, ahol a helyi faluházban óvodás gyerekek ismerkedhettek meg zenés formában az ünnepekkel. Az a fontos, hogy mindenki találkozom mindenkivel, és a régmúlt elfeledett hagyományait felelevenítse és visszatanítsa. Ez a program a helyieknek, piciknek, nagyoknak. 150 éves az állami magyar nyelvű tanító képzés, ezt ünnepelték Szent Gergely napján a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán, ahol több mint 40 éve folyik alsófokú pedagógus képzés. A tanítók napja arról szólt, milyen a ma pedagógusa, milyen játékos módszerek, innovatív oktatási eszközök segíthetik megragadni a Z-alfa és a következő generációk figyelmét. 150 éve képzik a tanítókat államilag Magyarországon. A generációk azonban egyre gyorsabban változnak, amihez a módszereknek és technikáknak, és bizony a pedagógusoknak is folyamatosan alkalmazkodni kell. A ma tanítójáról, a leginnovatívabb metodikákról szólt a Tanítók Napja, a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. Hihetetlen kihívások érik ma a pedagógiát, és főképpen az alsófokú pedagógiát, a tanítóképzést. Olyan kihívások ezek, amelyekre csak az új tudományos eredmények ismeretében, új pedagógiai gyakorlatok elsajátításával lehet megfelelően reagálni. A program, amit karunk a gyakorló iskolával, egyetemben hirdetett, pont ehhez kínál segítséget. Olyan ötleteket, javaslatokat és saját kifejlesztésű módszereket hallgathattak meg a műhelyekben az érdeklődők, főként jelenlegi és jövőbeli pedagógusok, melyek erősítik a reformpedagógiák beágyazódását a gyakorlatba, és irányt mutatnak, hogyan érdemes ma tanítani.
például a játékosítás eszközével. A játékpedagógián alapuló foglalkozásokon könnyebben, élvezetesebben tanulhatnak a gyerekek. Játékos módszerek voltak például, amikor digitális történetet kellett csinálnunk, haikút kellett írni, verset írni, és volt, amikor bájitalt is kellett összeírni receptek, és hogy hogyan kell megvalósítani. A szakmai rendezvény konklúziója az volt, hogy a ma tanítója legyen nyitott ezekre az új megoldásokra, tudja ezeket alkalmazni, tudjon ráhangolódni az új kihívásokra és az informális, tehát iskolán kívüli tanulási technikákra. 2016-ban és 2018-ban egy-egy eszközzel bővült már a dombovári tűzoltóság gépparkja, most egy új visszaállító autót kapott a parancsnokság. A vezetőjük azt mondja, ezt munkájuk elismeréseként is értékelik, amellett, hogy nagy szükség is volt a visszaállítóra, melynek értéke több százmilliós nagyságrendűre tehető. A visszaállítónk egyik speciális felszerelése ezek a mobil medencék. Tehát, hogyha egy olyan szabadtéri, akár egy erdőszéli káresetnél kell nekünk az oltóvizet biztosítani, ahol nincs oltóvíz forrásunk, ezeket a mobilmedencéket fel tudjuk állítani egy nyílt terepen. Így a vízszállítóm akár többször is megfordulhat a vízfelvevő helyen, folyamatos utánpótlást biztosítva a tűzoltáskor, mondja Dávid Sándor tűzoltó alezredes, a dombovári tűzoltó parancsnokság vezetője. A gépjárműparkunk nagy átalakuláson, fiataldáson ment keresztül, hisz 2016-os évben kaptunk egy új magasból mentő gépjárművet, 2018-ban egy magyar gyártású Rába gépjárműfecskendőt, és az idei évben megkaptuk itt év elején az új Hérosz által gyártott visszaállító járművünket. Ezzel az új visszaállító autóval gazdagodott a dombovári tűzoltóság gépparkja, a jármű speciális 10 köbméter oltó visszaállítására alkalmas. Jelen pillanatban az egyes szerünk 4 köbméter vizet visz, és a kettes szerünk az 2 köbmétert. Tehát, hogyha valójában egy tűzeset bekövetkezne, és mi most odaálltunk 16 köbméter vízzel, ott nagy oltási mennyiséget tudunk végrehajtani. Minden járműhöz külön végzettségkel, az alezredes hozzátette, törekednek arra, hogy a gépjárművezetők minden típusból levizsgázzanak. A parancsnokságon 54 vonuló tűzoltó dolgozik, ebből egyszerre 13-an teljesítenek 24 órás szolgálatot. Több mint 60 jelentkezője volt annak a programnak, melyet a Bukovinai Székelyek Egyesülete szervezett Bonyhádon. A résztvevők megtanulhatták a viseletkészítés fortélyait, így készültek húzott ingek, tanulhattak szőni, és készültek a csobánoláshoz szükséges öltözetek is. Zenével könnyebben megy a munka Bonyhádon, ahol a székelyházban a hagyományos öltözetek készítését tanítják vissza az érdeklődőknek. A Bukovinai Székely Egyesület felhívására több mint 60 jelentkező vállalkozott arra, hogy megtanulja a szövés, az inkészítés és a csobánok ruhájának elkészítését. Ezek, amit most a csobány ruhával kapcsolatos, ugye ezt magunk részére készítjük, tehát hála jó Istennek újra a falvakban most már mondhatom, hogy több helyen elindult újra a csobányozás, ugye, amit pásztorjáték, hiszen kint a csobányokat mai napig is Erdélyben úgy hívják. És ez számunkra nagyon fontos, hogy tovább tudjuk adni, újra tanuljuk. És hát ahogy régen csinálták, tehát ugyanúgy mi készítjük, nem eladásra, hanem saját használatra, hiszen ebbe készítjük, illetve ebbe szerepeltünk már. A szövés és a húzott inkészítés is része a tananyagnak. A bukovinai székely ingek azok a nőknek az egyetlen és legszebb dísze és viselete volt, amit muszáj volt saját maguknak varniuk. Mert a mellények, annak az alapanyaga és a rokolyáknak az alapanyaga az vásárolt anyagokból volt már az 1930-as, 40-es években. Az ingeket viszont mindenki saját magának is kézzel varta meg. Az ingek színei és mintái a szakértő szem számára elárult a viselője korát, társadalmi és családi viszonyait is. Ezeket is megtanulják a jelentkezők, akik az ország minden pontjáról érkeztek a bonyhádi székelyek tanfolyamára. Egyre több poloskát lehet látni a kiskertekben, sőt a lakásokban is. Az Afrikából és Ázsiából zöldségekkel és gyümölcsökkel behurcolt rovaroktól sokan undorodnak, a haszonnövényekre pedig kifejezetten károsak. A szakértők azt mondják, néhány egyszerű módszerrel meg lehet szabadulni ezektől az állatoktól. Ez a normál színe, és ahol megszúrja, ott világosabb,
ilyen narancssárgás foltok keletkeznek. Ilyen világosabb színű foltokat hagy a vándorpoloska a paradicsomon. Kellemetlen szagú és rossz ízű is lesz tőle, mondta az ökológus még korábban. Tavasz van, a poloskák ilyenkor bújnak elő a házak szigeteléseinek réseiből. Nagy kárt eddig nem okoztak, de néhány éve megjelent két új Ázsiából és Afrikából behurcolt fajuk is Magyarországon. Igen nagy károkat tud okozni azokon a helyeken, ahol növényvédőszert, tehát rovarirtószert nem használnak. Hol nem használnak rovarirtószert? Ugye ezekbe a kis hobbi kertekbe. Nem csak a kis kerteket és a biogazdaságokat kedvelik a poloskák, előszeretettel másznak be a lakásokba is. Az embert nem tudja megszúrni. Valamilyen papírdarab, kávapapír, zsebkendő darabban fogjuk meg, aztán dobjuk a lefolyóba. Nem érdemes ezek ellen vegyszert bevetni. Akkor pedig, ha tömegesen vannak jelen ezek a rovarok, érdemes csapdát állítani nekik. Ezt már a Tolna megyei kormányhivatal szakértője mondja. A vízre való repülésük is megfigyelhető, tehát olyan csalétkes oldatot kitenni, nedves oldatot, cukros oldatot, vagy valami olyan, aminek erős szaga van. Különböző növényi nedvekből lehet ilyen kivonatokat készíteni. Azokra a poloskák oda repülnek, és belefulladnak mosószeres víz. Tehát kell mosószert is beletenni, hogy lesüllyedjenek az edény aljára. Vagy pedig egy elektromos szúnyogcsapdával is meg lehet szabadulni a poloskáktól, tette hozzá a szakértő. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Az év női példaképe, díjazták az emberfeletti teljesítményt nyújtókat. Fogadj örökbe, kiadvány a menhelyi kutyák gazdára találásához. Egy éves a Balatoni Madárpark, országosan egyedülálló kikapcsolódást nyújtanak. Díjazták azokat a Baranya megyei hölgyeket, akik a munkában és a családi életben is egyaránt emberfeletti teljesítményt nyújtanak. Szombaton az Expo Centerben köszöntötték azokat, akik az internetes szavazáson a legtöbb voksot kapták. A Pécsi Család és Karrierpont az év női példaképe pályázattal azokat a Baranya megyei nőket, anyákat szerette volna elismerni és bemutatni, akik a munka és a családi élet területén is példaértékűen helytállnak, hogy mások számára is inspirációként szolgáljanak. Az év női példaképe Baranyában ennek a pályázatnak díjazták a legjobbjait az Expo Centerben vasárnap. A három legtöbb szavazatot kapott nőt szólították a színpadra. Az első helyezést Mesnyi Éva, a pécsi pszichiátriai klinikán dolgozó ápolónő érdemelte ki. 12 órás műszakokban dolgozik, nappal is éjszaka. Mellette házi szakápolást vállal, de háromszor. 4 gyermeket nevelt fel, de itt nem ért véget az anyaság. Felnőtt gyermekeink kinőttek a családból, és elköltöztek, saját lábukra álltak. Nagyon üresnek és csendesnek tűnt a ház. Megszoktuk, mindig tele volt gyerekzsivajjal és gyerekzajjal a házunk. Ezért a férjemmel együtt úgy döntöttünk, hogy nevelőszülők leszünk. Így vállaltunk. 2 gyermeket szerettünk volna, aztán rövidesen 4 gyermek került a családunkba, akik több mint 7 éve most már a mi családunk tagjaiként élnek. A Pécsi Család és Karrierpontot működtető Pécsi Sport Nonprofit Kft. Vezetője adta át a díjakat. Egy éve működik a Család és Karrier Központunk, amiben nagyon sok olyan lehetőséget, segítséget nyújtunk a nőknek, például iskoláztatás, akkor a munkaerőpiacra való visszaintegrálás, vagy beintegrálás, és különböző családi események, programok, és ezáltal szeretnénk még színesebbé tenni a mindennapjaikat, és segíteni a mindennapokban a családokat. És itt ezen a diátadon szeretnénk köszönetet mondani, és tiszteletünket kifejezni, hogy micsoda nagy, fontos szerep az övék. A második helynek Krizics Zsanett, Márokközség polgármestere örülhetett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Somogyinél Lakos Erika pedagógus, a Szentlőrinci Arabeszk tánccsoport alapítója állhatott fel. A február elején indított versenyen az előzetes jelölésekből a zsűri döntése alapján 11 hölgy került a döntőbe, akikre a közösségi oldalon lehetett szavazni.
Kutyák örökbefogadását segítő kiadványt jelentetett meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Fogadj örökbe című kötetet az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkára mutatta be Pécsen. A könyvben olyan információkat gyűjtöttek össze, amik segítik a leendő gazdikat, hogy felelősséggel vállalják az állattartást. Gazdára várnak ezek a napozó kutyusok a Misina állatmenhely telepén. A kutyák örökbefogadását akarja segíteni egy új kiadvány, amit Pécset mutattak be szombaton a Szabad a Gazdi program keretében. Akik kutyát szeretnének tartani, azok fogadjanak örökbe valamilyen menhelyről vagy ebrendészeti terepről kutyát. És azokat az információkat gyűjtöttünk össze, olyan történetek szerepelnek benne, amik ezt segítik, hogy amikor valaki egy kutyát örökbefogad, akkor egyrészt a saját lakókörnyezetét is át kell gondolni, másrészt a kutya szükségleteit. Azt remélem, hogy segít ez a kiadvány abban, hogyha valaki örökbefogad egy kutyát, annak hosszan tud a gazdája lenni, és sok öröme lehet benne. Ebben a könyvben foglalták össze, hogyan válasszuk ki a megfelelő négylábút, hogyan történik az örökbefogadás, miként lehet tanítani új élőhelyére beszoktatni az ebeket. Az utóbbi időben nőtt a felelősség az állattartóknál, ezt tapasztalják a Misinánál is. Egyre többen szeretnének jobb befogadni kutyát. Ez egy természetes indítatás is, másrészt meg talán egyre inkább elterjedt az, hogy egy menhelyből jobb befogadott kutya legalább olyan értékes tud lenni, mint egy vásárolt kutya, vagy akár egy tenyésztőtől vásárolt kutya. Különösen, hogyha az ember nem feltétlenül egyfajta tiszta kutyához ragaszkodik. Ezzel együtt az is nagyon fontos, ami a Misina szlogenjében is van, hogy ne sajnálj, szeves. Ezért jól át kell gondolni az örökbefogadást, ami hosszú évekre szól, nem csak rövid távra, mondja a szakember. Ebben segít a Nébih mostani kiadványa, amit például a Misina állatmenhelyen is beszerezhetnek az érdeklődők. Fekete hattyúk, magyar páva, galambok és selyem, díszbaromfi, madárfajok százai várják idén is az érdeklődőket Kerekiben. Az Afrikában és más egzotikus országokban őshonos fajok és azok szakszerű bemutatása komoly turisztikai vonzerőt jelent a kis településnek és a Balatonnak egyaránt. Tudod, a Balatonon fehérek vannak, itt meg egy szép fekete hattyú van, nem is egy, kettő. Ritka látványt nyújtanak a fekete hattyúk a balatoni madárkertben. Sokan látogattak el a hétvégén Kerekibe, hogy érdekes és különleges madárfajokkal találkozzanak. Itt van egy pár madár, amelyik beszélt, azok nagyon tetszettek nekem. Az Endel házaspár is rajong a szárnyasokért. Nekünk valamikor volt papagájunk. Mi hullámos papagáj, nagyon szeretjük őket. A 8000 négyzetméteres területen közel 100 madárfajtával találkozhatnak az érdeklődők idén is. Nálunk költ egyedül Erkel frankolin, de vannak például a sárgatorkú frankolinok. Ezek ilyen tyúkalkatúak, amik Afrika sivatagos területein vagy pusztáin szaladgálnak. Szintén afrikai érdekességek a turákófélék, de gyümölcsevő madarak. Épp itt a Balaton fölvidéken van az egyetlen igazán komoly tenyésztője Magyarországon. Ebből tartunk most vörösbóbitás turákot, viola turákot. A különleges szárnyasok mellett kengurukat is megcsodálhat a közönség. Az Afrikában és más egzotikus országokban őshonos fajok és azok szakszerű bemutatása egésznapos kikapcsolódást kínál. A Rácz házaspár további fejlesztésekkel is növelni a látogatói élményt a madárparkban. Nagy nyári melegben az emberek szeretnének kicsit hűvösebb helyre behúzódni, télen, mert ugye nyit vagyunk télen is, tehát télen szeretnének valamilyen melegebb épületbe bemenni, ezért az elsődleges tervek szigetelt faházak, ahol egy egzóta bemutató lesz, egy kis moziterem, éjszakai ház, tehát ez a következő projekt, a második ütem. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Válaszlépés. Bővítik a térfigyelő kamerarendszert Szekszárdon a pénteki gyerekgyilkosság miatt. Új eszköz, vízszállító autóval bővült a dombóvári tűzoltóság gépparkja. Hagyományőrzés, székely szőttesek készültek Bonyhádon. Invázió, egyre több poloska jelenik meg a kertekben és a lakásokban. Szerdán már a reggeli óráktól erős felhősödés kezdődik nyugat felől, délután borongos, mérsékelten szeles idő lesz a jellemző, szemerkélő esővel, de jelentős csapadék nélkül. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatai.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, információkkal, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!